Négy korcsoportból várták az alkotásokat a szervezők, akik szerint tanulságos volt a kisebbek és a nagyok számára is az idei témaválasztás. A mindennapi élet zajai közepette vizuális eszközökkel kellett megragadni a csend fogalmát. Nagyon-nagyon sok inger éri őket, mind a hangok, mind a képek területéről ebben a világban, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mégis ennek ellenére a mai általános iskolás gyerekek tudják-e, hogy mit jelent a csendfogalma, vagy bele tudnak-e helyezkedni ebbe a közegbe. A kétfordulós verseny döntőjében 83 általános iskolai diák mutatta be kreativitását és rajztudását, közülük 21-en vehették át a szakmai zsűri által megítélt díjakat, például értékes könyvjutalmakat, művészeti eszközöket. A legsikeresebb alkotások Hevesi, Gyöngyösi, Ecsédi, Pétervásárai, Tardi és Pásztói általános iskolák tanulóinak kezei közül kerültek ki az idén, de az egri iskolák is színvonalas munkákkal mutatkoztak be. A líceum földszinti aulájában megnyílt tárlat március közepéig látogatható.